6 idegenbeli meccset követően lépett ismét pályára a Continental Arénában a Nyíregyháza Blue Sharks. Szura Attila betegség miatt hiányzott a keretből, ott volt viszont Singer Zoltán, akinek egy speciális maszt védte a törött orrát. Jól kezdett a házigazda, az első negyed végén 4 ponttal vezettek Nagy-Krisztiánék, akik a nagyszünetig újabb 2 ponttal növelték előnyüket. A harmadik negyedben felzárkózott a PVSK, de amikor kellett, a cápák újítani tudtak, és végül 95 pontot szerezve nyerték meg a találkozót, amelyet gyakorlatilag végig irányítottak Siska János tanítványai. Ilyen nehéz mérkőzésre számítottunk, mindenki csapatból hiányzott egy meghatározó játékos, de annak örülök, hogy 95 pontot tudtunk dobni Cura nélkül is. Hát remélem, hogy hamar felépül és újra tud velünk játszani együtt. Az ellenfél edzője leginkább a keménységet és az agresszivitás hiányolta a pécsi csapat játékából. A védekezésben puhák voltunk végig, nem ütöttük be a taktikai fautokat. Szerintem egyetlen egy szabad labda nem lett a miénk. Nyilván ezzel a hozzáállás mentalitással nem lehet nyerni Nyíregyházán, azt gondolom, hogy ez volt a vereség kulcsa leginkább. A 25 szerzett pont mellett 15 gólpaszt is kiosztó Bus Iván szerint erős, kulturáltan kosarázó ellenfelet sikerült legyőzniük. Nagyon veszélyes csapat ez a Pécs, ne tévesszem meg senkit igazából, hogy ez egy U20-as, egy fiatal csapat. Az első 6, talán 7 emberük a felnőtt csapattal edz együtt, sőt van, aki ott is kezdőként lép pályára. Úgyhogy ez egy nagyon kulturált, jó kosárlabdát játszó csapat. Én igyekeztem, meg a csapat is nem elbízni magunkat, nem kiindulva a kupa elődöntőből, ahol nagyon jól játszottunk, mert voltak ugye hiányzóink, Szura Attila betegsége, ugye rászámíthatunk egy 20 ponttal mindig meccsenként, hál' Istennek, emiatt elő is kellett lépni valakinek, és igyekeztünk komolyan venni a találkozót, és szervezetten kosárlabdázni. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Bonyhád 86-67, MTK Török Bálint Pécs 173, Győr Vásárhelyi Kosársuli 88-91, Tehetséges Fiatalok Oroszlány 82-80, Miskolc Veszprém 70-66 és Budapesti Honvéd Nagykőrös 79-58. A tabella élén az Oroszlány áll 18 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 15-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet. A harmadik Nyíregyháza Blue Sharksnak és a negyedik Tehetséges Fiataloknak egyaránt 14 győzelme és 7 veresége van. A kékcápák vasárnap Nagykőrösön lépnek pályára.